Azért tartottam fontosnak meghallgatni János életének az előzményeit, mert egyikünk sem előzmények nélkül teszi azt, amit tesz. Vannak kiemelkedő emberek, akiket fontosnak, kiemelkedő jelentőségűnek tartunk, de mindaz, amit tesznek, az soha nincs előzmények nélkül. Megjelenik egy ember a pusztában, és felforgatja a 2000 évvel ezelőtti ókori világot. Ő keresztelő János. Néhány évvel később ezért a fejét veszik. Jézus maga úgy nyilatkozik keresztelő Jánosról, hogy asszonytól született emberek között nincsen nagyobb nála. Ő a valaha élt legnagyobb formátumú földi ember. De az, amit tesz, az nincsen előzmények nélkül. És a mai délelőtt erre szeretnék rávilágítani. Öt dolgot láthatunk és hallhattunk az imént, ami meghatározta János életét gyökeresen, és azzá az emberré tette, aki később óriási hatással tudott lenni az ókori világban Izrael népére. Azt a kérdést fogjuk most körüljárni, hogy mit tanulhatott János a szüleitől, mindazok alapján, amiket hallottunk az igéből, mit tanulhatott a környezetétől, akikről hallottuk, hogy körülvették őt, és a fő kérdés az az lesz, hogy ez alapján, a sok-sok impulzus és benyomás alapján, ami az ő születésétől kezdve elindította őt, mi vezette arra, hogy az egész életét Istennek dedikálja? Mit tanulhatott tehát János a szüleitől és a környezetétől? Hát először is megtanulhatta azt, hogy a szenvedés nem jelenti azt, hogy nem vagyunk áldottak, hogy kiestünk valahogy Isten fókuszából, hogy ránk már nem tekint. Aztán megtanulhatta azt, hogy Isten meghallgatja az imáinkat akkor is, ha nem azonnal érkezik rájuk a válasz. Aztán megtanulhatta azt, hogy Isten láthatatlan világa valóságos, és kommunikál velünk, kapcsolatba akar lépni velünk. Aztán megtanulhatta azt, hogy a Biblia ígéretei beteljesülnek, amit Isten mond, az meg is valósul. És végül megtanulhatta a szüleitől és a környezetétől azt, hogy Isten nekünk is szán szerepet az ő grandiózus, hatalmas tervében. Azért ezek elég impozáns gondolatok, így van? Melyik őtök az, aki nem szeretné, hogy a gyermeke ezeket tanulja tőle? Minél többet gondolkozom keresztelő János személyéről, annál nagyobbra nő a szememben, ezt szeretném most kifejteni. De nem csak ő, hanem a szülei is egyre nagyobbá nőnek a szememben. És az a vágyam, hogy itt a Trinity-ben olyan szülőkké váljunk, és olyan gyülekezeti hátteret tudjunk biztosítani a közöttünk élő majdnem 70 gyerek számára, hogy ezek a dolgok ne is legyenek kérdésesek a számukra. Na nézzük akkor egyesével. János megtanulhatta a szüleitől és a környezetétől, a gyülekezettől, aki körbe vette őt, hogy a szenvedés nem jelenti azt, hogy nem vagyunk áldottak. Miért mondom ezt? Azért, mert a felolvasott igében, illetve amit hallgattunk, Lukács evangéliuma első fejezetében ezt olvassuk. Herodesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből. A felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Szinte tökéletes emberek, így van?
És nézzétek a következő mondatot. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Természetes módon fel sem merül bennünk az, hogy azért, mert valakinek nem születhet gyermeke, ne lenne kedves az Úr szemében. De éppen az előző elmúlt 1-2 évnek az eseményei mindennél élesebben rávilágítottak számunkra arra, sok-sok beszélgetésben volt részem, innen a gyülekezetből is olyan drága-drága testvérekkel, akikben felmerült az a gondolat, amikor nem lehetett gyermekük, amikor nem született meg idejében az a várva-vár gyermek, hogy valamit nem csinálok jól. Hogy mi az, amit nem csinálok jól, ami miatt az Úr neki, meg neki, meg neki, meg neki ad gyermeket, és nekünk pedig nem. A fájdalomnak olyan típusa ez, amiben nem tudunk teljes együttérzéssel lenni. Ott tudunk lenni a másik mellett, és azt tudjuk mondani, hogy szívünk teljes szeretete a tiéd. De a fájdalomnak ezt a mélységét nem tudja megérteni csak az, aki benne van. Hogy mit jelent az, hogy Isten maga arról beszél a saját törvényében, hogy ha megtartod az én parancsolataimat, ha keresed az én arcomat, akkor áldott lesz a te méhed, és áldott lesz a te méhed gyümölcse. És el tudjátok képzelni, hogy hogy érezheti magát az a nő és az a férfi, aki mindennek ellenére várja az új kisbabát, és nem születik. Hát természetes módon felmerül a gondolat, hogy mit nem csinálok jól, Uram? Mi az, amiben nem vagyok kedves a szemedben? És hogyha neki lehet, aki nem keresi ennyire az arcodat, aki nem szeret téged ennyire, és neki mégis van gyermeke, nekem pedig nincs. Úgyhogy ne legyen rejtett dolog előttünk, hogy még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nincs összefüggésben a meddőség és Isten szeretete, ne gondoljuk azt, hogy ez nem merül fel a Krisztus követő embereknek a szívében azonnal, amint kiderül, hogy nem lehet gyermekük. De íme, ennek a gondolatnak minden fullánkját kihúzza. Ez alól a gondolkodásmód alól, hogy ha meddő vagy nem vagy áldott, kihúzza a talajt, ez a néhány rövid ige. Ez a két mondat, ami közvetlenül egymást követi itt a Bibliában. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek. Nem volt gyermekük. Az, hogy ez a két mondat ilyen élesen egymást követi a Bibliában, kihúzza a méregfogát annak a gondolatnak, hogyha nem születik gyermeked, vagy nem időben, ahogyan te szeretnéd, hogy akkor ne lennél Isten szeretetében, és ne lennél drága és becses az ő szemében. János ezt megtanulhatta a szüleitől. A szenvedés nem jelenti azt, hogy nem vagyunk áldottak. És nézzétek, ezzel szorosan összefügg a következő, amit János tanulhatott. Mégpedig az, hogy Isten meghallgatja az imáinkat akkor is, ha nem azonnal érkezik rájuk válasz. Lukács evangéliuma első fejezetében az angyal Gábriel ezt mondja János édesapjának, Zakariásnak. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Ez az egyige vers torokszorítóan gyönyörű. Azt olvastuk Zakariásról és Erzsébetről, hogy már idős emberek voltak. Ő maga azt mondja Gábrielnek, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen öreg ember vagyok, és már a feleségem is idős. Mikor szoktunk gyermekáldásért imádkozni?
Hát vélhetően a legtöbben nem 60 éves koruk felett. Az már nagyon extrém. Az az imádság, aminek a meghallgatásáról szóló hírt hozza Gábriel, aki magát úgy mutatja be Jánosnak, hogy én az Isten színe előtt állok, nézem az arcát, közvetlen kapcsolatban vagyok vele. És Gábriel azt mondja, hogy ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Mikor mondhatta el Zakariás? Mikor könyöröghetett csak igazán az Úrhoz, hogy Uram, add nekem és Erzsébetnek gyermeket. Nem bírom nézni a fájdalmát. Nem bírom elviselni az embereknek a tekintetét, ahogyan kimondatlanul is az van a tekintetükben, hogy hát valami biztos van ott a háttérben, ami miatt nem lehet gyermekük. Mikor hangozhattak el ezek az ima sóhajok, ezek a fájdalmas felkiáltások? Hát valamikor 20 éves kora környékén. Mennyi idő telhetett el, hogyha már idősnek titulálja magát Zakariás? 30, 40, 50 év. Van olyan imádság, amire ennyi idő óta vársz? Ha igen, tarts ki. A legélesebben mutatja be a Biblia, hogy Isten számára minden fohász, minden sóhaj, minden egyes imádság egyformán fontos. Attól még, hogy a mi időzítésünk és elképzeléseink mások, attól még Isten számára az imádságaink fontosak. És János a születésével kapcsolatos történetekből megtanulhatta ezt, hogy Isten meghallgatja az imáinkat akkor is, hogyha nem azonnal érkezik rájuk válasz. Képzeljétek el a kis keresztelő Jánost. Akkor még persze nem így hívták. Úgy hívták, hogy János Zakariás fia. Ez volt a becsületes neve. És ahogy a kis János ott üldögélt az étkező asztalnál, amikor a szülei beszélgettek és imádkoztak a rokonaikkal, vagy azokkal, akikkel egy zsinagógába jártak, és hallgatta a születése körüli történeteket. Olyan történeteket, amiket ő úgy élt át, hogy nem volt tudatos résztvevője. Egy történetnek sem. Sem a fogantatásáról szóló híradásnak, sem arról, hogy milyen dolgok történtek a születése környékén. Ezeket ő mind csak hallomásból ismerte. Szerintetek a szülei inkább gyakrabban, vagy inkább kevesebbszer beszéltek ezekről a történetekről? Hát nyilvánvalóan gyakran, hogyha olyan hatású volt János születése, hogy azt hallottuk az imént, hogy Júdea egész hegyvidékén erről beszéltek. Hogy a közvetlen szomszédait, Zakariás és Erzsébet közvetlen szomszédait nagy félelem fogta el, látva, hogy ennyire irgalmas az Úr. Mindenki erről beszélt a környezetükben. Mint ahogy mi is fogjuk emlegetni, amíg csak lélegzünk a kis Juszel Matyi születésének a történetét. A kis Sinka Andor születésének a történetét. Várjuk a kis Sárvári baba születésének a történetét. Íme ezek azok a történetek, amik a mi közös történeteink. És beszélünk róla, és fenntartjuk az emlékét. És a kis János, ahogy a kis motorral ott futkározott a szülei mellett, meg ahogy homokozott, miközben a szülei borozgattak a kertben, a barátaikkal, ezeket hallotta. És
többek között azt is hallotta, hogy a láthatatlan világ valóságos. És ez a láthatatlan világ kapcsolatba akar lépni velünk. Máshogy, mint ahogyan egyébként bármi más itt a Földön kommunikálna velünk. De a láthatatlan világ nagyon is valóságos, élő, és keresi velünk a kapcsolatot. És hogyha még nem vagy Krisztus követője, és hallod ezeket a gondolatokat, engedd közel a szívedhez. Én 17 évesen voltam ugyanígy. Kerestem az élet értelmét. Kétségbe esettem. Kerestem, hogy hogyan kell helyesen, jól élni, hogy mi az élet értelme. És Isten természet feletti módon meglátogatott. És úgy találkoztam vele, hogy ma, hogyha azt mondanák, hogy fejbe lövünk, hogyha azt vallod, hogy Jézus a Krisztus, akinek el kellett jönni ebbe a világba, akkor én meghalnék ezért az igazságért. Mert a láthatatlan világ valóságos. Valóságosabb, mint bármi, ami itt körbevesz bennünket. Azt olvastuk, ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. Az édesapjának közvetlen találkozása volt egy angyallal. Ezen nincs mit magyarázni, hogy túlságosan hosszú ideig. A láthatatlan világ meglátogatta Zakariást, és beszélt vele egy mennyei lény, egy mennyei küldött, egy angyal. Oké. Aztán azt mondja Zakariásnak Gábriel angyal, nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik szent lélekkel. Az ígéret tehát az volt, hogy különleges kisbaba lesz, már az anya méhétől fogva szent lélekkel teljes lesz. Aztán néhány hónappal később, amikor Mária, Jézus édesanyja meglátogatja Erzsébetet, az unoka testvérét, meglátogatja, és Mária köszönti Erzsébetet, akkor az a kisbaba, aki anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel, megmozdul, és a következőt olvassuk. Ezt mondja Erzsébet Máriának. Amint meghallottam köszöntésed, újjongva mozdult meg méhemben a magzat. Ez annyira szép. Ki lehet ilyet találni szerintetek? A Biblia hitelességének az egyik kulcsát ezek a teljesen valós élethelyzetek megörökítései adják. Hát micsoda hollywoodi forgatókönyvírónak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen jelenet eszébe jusson valakinek. Hát sok mindent lehetne írni, de pont az, hogy Mária Jézussal a szíve alatt meglátogatja Erzsébetet, aki keresztelő Jánost hordja a szíve alatt, aki már anyja méhében Szentlélekkel teljes lesz. És ahogy a Szentlélek találkozik a két asszonyban, a kis keresztelő János újjongva kezd mocorogni. Hát édesanyák, emlékezzetek vissza arra, hogy hányféleképpen tud mocorogni egy kisbaba. Tud úgy rugdosni, hogy az nem esik jól, és jelzi, hogy valami nem oké. Meg tud úgy rugdosni, amikor azt érzed, hogy hú, most nagy buli van odabenn. Ez az újjongás. Újjongva mozdult meg a magzat. Jánost körbevették azok a történetek, hogy a láthatatlan világ valóságos, és kapcsolatba akar lépni velünk. Aztán negyedszer. Megtanulhatta János a szüleitől és a környezetétől, hogy a Biblia ígéretei beteljesülnek. Miért? Azért, mert Gábriel angyal ezt mondja róla Zakariásnak, az édesapjának. Ő majd a megváltó előtt jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére,
hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Azt mondja Gábriel angyal, hogy ez lesz a kis János életének a nagy küldetése. Hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Tudjátok, hogy ez mikor hangzott el ez a gondolat azelőtt, hogy Gábriel hozná a hírt János születéséről? 400 évvel korábban. Ezek Malakiás próféta könyvének utolsó szavai. János nem előzmények nélkül érkezett erre a világra. Jánost Isten meghívta arra, hogy részese legyen a világ megmentéséről szóló grandiózus tervnek. Mit olvastunk János evangéliumában? Úgy kezdődik a beszámoló keresztelő János fellépéséről, hogy megjelent egy ember, akinek a neve János. Egy ember. Fogalmazhatott volna János az evangélista máshogy is, de nem véletlenül fogalmazott így. Isten mindenkinek tervet, illetve szerepet szán az ő tervében. Isten mindannyiunknak szerepet szán az ő tervében. Jánosé ez volt. A tied valami más. Az enyém megint más. De az ne legyen kérdés, hogy a láthatatlan világ valóságos és keresi veled a kapcsolatot. És az se legyen kérdés, hogy a te elképzeléseidnél, vágyaidnál Istennek valami sokkal hatalmasabb terv lebeg a szeme előtt. És abban neked szerepet szán. Négyszáz évvel korábban prófétált Malakiás arról, hogy eljön majd egy ember, aki előkészíti a születendő messiás számára az utat. Ezt a proféciát Zakariás és Erzsébet ismerték és gondozták. Fontos volt a számukra. Körbevette őket egy olyan környezet, mint a mi gyülekezetünk, ahol kisebb-nagyobb csoportokban ismerték, tanulmányozták Isten beszédét. És várták ezeknek a proféciáknak a beteljesülését. Tudták azt, hogy Isten, amit megígér, azt meg is fogja tenni, és várták ezt. Azért volt mindenki izgatott, amikor Zakariás angyalt lát, és prófétálni kezd, és izgatottan várták, hogy mi lesz ebből a gyermekből. Én izgatottan várom a Trinity összes kisgyermekének a felnövekedését. És izgatottan várom azt, hogy mi lesz ezekből a gyermekekből. Mert tudom azt, hogy a jövő igehirdetői, dicsőítésvezetői, gyermekmunkásai, evangélistái, azok itt vannak közöttünk. És úgy kell róluk gondoskodnunk, hogy mindazt, amiről most beszélek, a sajátjuknak érezzék. Úgy kell tudnunk bizonyságot tenni Isten láthatatlan világáról, hogy az valóságos legyen a számukra. Nem fogsz tudni úgy bizonyságot tenni, ha számodra nem valóságos. Nem fogsz tudni úgy beszélni ezeknek a drága gyermekeknek, akik között vannak ilyen kisbabák, mint Andor, meg vannak már nagy laklik. Nem fogsz tudni úgy bizonyságot tenni, hogyha te nem hiszed, hogy a Biblia minden egyes szava beteljesedik. Hogyha nem élsz át személyes átéréseket, mint ahogyan Pisti is mondta a köszöntésében, hogy szíven ült Isten szava, hogy személyes üzenet van számomra Isten örökkévaló régi igéjében. Minden nap olvasom, vagy hallgatom, most már többnyire hallgatom a Bibliát, és folyamatosan azzal a céllal teszem ezt, hogy megismerjem azt, hogy ki ez az Isten. És azt tudom mondani, hogy elég jól ismerjük egymást. Főleg ő engem.
De azt hiszem, hogy eléggé jól ismerem őt, és nagyon-nagyon szeretem őt. De vannak kiemelt pillanatok, amikor az ige úgy jön közel, hogy megríkat. Megríkat, vagy hihetetlenül nagy örömre fakaszt. Sose felejtem el, még a Covid előtt, tehát valamikor olyan 5-6 évvel ezelőtt, Jeremiás könyvét olvastam, és Jeremiás könyvében van egy rész már a vége felé, Jeremiás írnoka, akit Báruknak hívnak, látva a közelgő háborúnak a szelét, hogy az egyiptomi meg a babiloni seregek össze fognak csapni, és őket bizony valószínűleg elviszik Egyiptomba, rabszolgának, hadifogolynak. Amikor Báruk ezt látja, akkor elkezd nyavajogni. Hogy hát mi lesz mindazzal, amit én felépítettem? Hát olyan jó kis életem van itt. Mi lesz velem, ha most el kell menni háborúba meg hadifogolynak? És azt mondja Jeremiásnak az Úr, hogy mondd meg Báruknak, hogy amit én, mondja az Úr, felépítettem gondosan, kihoztam a népet Egyiptomból, felnövesztettem őket, csodálatosan szép országot adtam nekik, felépítettem őket, hogy bizonyságok legyenek minden nép szeme láttára. Amit én felépítettem, most lerombolom. És az egész országot le kell dózerolni az idegen hatalmaknak. Amit én felépítettem, most egy szempillantás alatt lerombolom. És neked még nagy kívánságaid vannak? Hát ne legyenek, mondja az Úr Báruknak. Amikor ezt a mondatot olvastam, hogy amit én felépítettem gondosan, most egy szempillantás alatt lerombolom, úgy közel engedett Isten a szívéhez, hogy ezt tette értünk Jézusban. A saját fiát összetörte értünk, akit felépített a legcsodálatosabb ember, az Isten fia. Egy szempillantás alatt összetörte értünk. És ahogyan Báruknak azt mondta az Úr, hogy és neked még nagy kívánságaid vannak, hát ne legyenek. Ez elég egyenes beszéd, nem? Ott én úgy kezdtem zokogni, mert Isten közel engedett a szívéhez. És megérthettem, hogy ő máshogyan gondolkodik. Hát ilyen tapasztalásai voltak János szüleinek és a környezetének. Isten nekünk is szán szerepet a tervében. Ez az ötödik és egybuttal záró gondolat, amit János megtanulhatott a szüleitől és a környezetétől. Miért mondom ezt? Azért, mert az édesapja ezt mondja róla. Téged pedig kisgyermek. A magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűnei bocsánata által. Zakariás, Ézsaiás próféta könyvéből idéz. Ez azt jelenti, hogy Zakariásnak nem csupán egy régi szöveg volt Ézsaiás próféta könyve, hanem az Isten szava, aminek minden egyes szavát komolyan vette, és hitt benne, hogy az be fog teljesedni. És amikor a Szentlélek által kijelentéseket mond a fia jövőjére nézve, akkor azt mondja, hogy ez az ember, akiről Ézsaiás prófétált, az te leszel, kisfiam. Megtanulhatta tehát János a szüleinek a bizonyságaiból, hogy Isten mindannyiunknak szán szerepet a tervében. Most jön a csavar. Ne haragudj, nem emlékszem, a nevedre pedig bemutatkoztunk. Noémi, kedves Noémi, felolvasnád, hogy mi volt a papírodra írva? Majd ki is hangosítom. Szia! Ha ezt az üzenetet a te széked alatt találtad, akkor fontos szerepet lesz az ige hirdetés vége felé. Ne félj, kérlek, bízz bennem, Tamás. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Akkor kedves Noémi, hogyha számíthatok a bizalmadra még egy másfél perc erejéig, akkor kérlek, hogy állj fel, gyere ide a színpadhoz, és ott a pálmafa környékén elhelyeztem számodra egy következő lépést. Egy ajándék csomag formájában. Ide jönnél azzal az ajándék csomaggal? Nagyon örülök, és köszönöm a bizalmadat. Tudom, hogy nem lehetett egyszerű ezzel az üzenettel ülni itt. Nagyon hálás vagyok a bizalmadért. Találsz benne egy kis kártyácskát. Kivennéd először azt? Én addig ezt megfogom. Felolvasnád, hogy most mi van erre írva? Köszönöm, hogy bíztál bennem. Fogad szeretettel a jutalmadat, Tamás. Igen, ez egy úgynevezett igéskártya, a Bibliából származó idézet van rajta. Mindenkor örüljetek szüntelenül, imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. 1 Tesszalonika 5:16-18. Nagyon köszönöm. És most bemutatnád a gyülekezetnek, hogy a bizalmad és az engedelmességed milyen jutalmat jelent a számodra? Egy Timothy Keller az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága könyv, és egy Francis Schaeffer, úgy kell ejteni a nevét. Francis Schaeffer ismertetül jelük a szeretett könyv. Köszönöm szépen, nagy tapsot Noéminek. Köszönöm szépen. Szeretettel ajánlom figyelmedbe mind a két könyvet, nagyon rövid, épp hogy 100 oldal mind a kettő, és nagyon-nagyon mély a tartalma mind a kettőnek. Az, hogy Noémi megtalálta az üzenetet a széke alá ragasztva, az az üzenet, az nem akkor került oda, amikor ő levette onnan. Az az üzenet, az körülbelül egy 3/4 órával korábban került oda. Az üzenetnek a gondolata, hogy én Noémit szeretném bevonni a mai ige hirdetésbe, az pedig, hogy 2 nappal ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Azt szeretném illusztrálni ezzel, hogy Isten jó előre gondolkodik, ismer téged, és szerepet szán neked a tervében. Noémi nem sejtette még, amikor belépett ma ide, hogy ő ki fog jönni ide a szószékhez. Lehet, hogy amikor elolvasta az üzenetet, ébredt benne némi kis félelem. Megmerem kockáztatni. Nem szoktak gyakran emberek 100+ ember előtt beszélni. Kellett hozzá a bizalom, hogy ne összetépje ezt az üzenetet, vagy ne adja át másnak, hogy én nem megyek ki. Mondd el te. Mégis, ahogyan megszületett a gondolat erre az illusztrációra vonatkozóan, ahogyan elhelyeztem ott azt az üzenetet, ahogyan ez az üzenet a gazdájára talált, és ahogyan a gazdája engedelmes volt továbbra is az üzenet küldője, vagyis irányomban, mit jelentett ez a számára? Azt, hogy most gazdagabb 2 könyvvel. Isten ugyanígy gondolkodik rólunk. Azt mondja, hogy szeretném, hogyha személyesen megértenéd, nem csak a szüleid beszámolóiból, nem csak a gyülekezeted vagy a környezeted beszámolóiból, szeretném, hogyha megértenéd, te személyesen megtapasztalnád, hogy szerepet szánok neked a tervemben. A szülei megtapasztalásai, a róla szóló proféciák, vagy a környezete bátorítása sem értek volna semmit, ha János nem érti meg személyesen, hogy Isten tervének vannak olyan részei, amelyekhez ő maga a kulcs. El tudod ezt képzelni a saját életedről? Isten tervében van egy olyan rész, amihez te magad vagy a kulcs. Azt a szerepet, azt a feladatot úgy készítette el, úgy gondolta ki, úgy álmodta meg, hogy az hozzád passzol a leginkább.
keresztelő János a Biblia egyik legnagyobb formátumú embere. És ezzel szeretném zárni. Három igét fogok olvasni, és nézzétek meg, mennyire éles az, hogy ki ez az ember. Keresztelő János nem azért lett az asszonytól születettek között a legnagyobb, mert ő keresztelő Jánosnak született, hanem mert személyesen megértette, hogy az, amit Isten róla mond, az igaz. És elfogadta, hogy van ebben a tervben egy olyan rész, amihez ő maga a kulcs. Elhangzik Krisztus előtt 580 körül Ézsaiás próféta szájából ez az igazság. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Jó, tehát ezt mondja Ézsaiás Krisztus előtt 600 évvel. Elhangzott ez a profécia, és várakozik. Aztán ezt a proféciát mondja János édesapja Zakariás a saját fia fölött áldásként a következőképpen. Téged pedig kisgyermek a magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, miért? Hogy elkészítsd az ő útjait. Ez lesz a feladatod. Ézsaiás Krisztus előtt 600 körül, Zakariás valamikor Krisztus szerint 1-2-3 körül, és nézzétek meg, hogy János, amikor elkezdi a nyilvános működését, az ő szolgálatát Júdea pusztájában, akkor mindezek alapján hogyan kezdi ő a küldetését. Azt mondja, ki vagy, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Volt Istennek egy ígérete. Az sok száz évvel később Zakariás megértette. Elmondta proféciaként a fia fölött. De ez semmit nem ért volna, hogyha János ott a pusztában, a saját személyes csendességében, az Istennel való nagy beszélgetéseiben nem döbben rá arra, hogy Uram, Istenem, ez én vagyok. El tudjátok képzelni ezt a döbbenetet? Hogy a Biblia 600 évvel korábbi szavai, az rólam szól. Nem csak, hogy rólam szól, János úgy fogalmaz magáról, hogy én vagyok a kiáltó hang. Döbbenet. Isten így gondolkodik rólad is, meg rólam is. Szerepet szán nekünk a tervében. Ha ismered már Krisztust, keresd ezeket a terveket. Ha még nem ismered őt, akkor keresd azt, aki hatalmas dolgokat tartogat neked a tervében. Amen.